még egy következő Star Wars-os előadásunk, a Twi'lek a Star Wars univerzumban előadó, The Force Aliens, Magyar Galaktikus Fan Club egyik oszlopos tagja. Fogadjátok őket sok szeretettel, vagy fogad ő. Sziasztok! Ma a Twi'lekekről fogok beszélni. Ez George Lucasnak az egyik faja. Mindenki arról szokta őket beazonosítani, hogy igen, a zöld, akit megevett a ránkor, de ő csak egy mellékszereplő, de ami azt illeti sokkal több, ugyanis George Lucas egy egész fajnak a történetét kidolgozta. Nem csak arról van szó, hogy szegény rabszolgát megették, nekik ugyanúgy van háttértörténetük, mint például más embereknek az országukról. Az előadás arról fog szólni, hogy bemutatom az egész társadalmat, egy kis politika, kultúra, ruházkodás, ami rájuk jellemző, biológiai sajátosságok, amik érdekesek lehetnek. Mindezt igyekszem úgy, hogy azok is megértsék, akik nem nézték a filmet. Akkor kezdjük is. Kezdjük a kormányzatról, náluk ugyanúgy ki van építve a társadalom, politika ugyanúgy megjelenik. Nos, klánokba tömörülnek, ez biztos mindenkinek ismerős, hogy mi a klánoknak a fogalma. Minden klánok saját városa van, saját kormányzattal, 5 vezető van, akiket megválasztanak. Ők döntenek a társadalmat érintő dolgokban. Vezetésük addig tart, amíg az egyikük meg nem hal az 5 tag közül. Ha valaki meghal, akkor a klán megvált vezetői elmennek a városból, és ilyen következő generációra bízzák a helyüket. Ha a következő nem áll készen a pozíció átvételre, mert mondjuk még tapasztalatlanok nem vettek elég mondjuk oktatást, ami a politika tudományokhoz kell, akkor ideiglenes kormányzókat jelölnek ki, és amikor a fiatalok betöltik azt a kort, illetve azt elérik azt az elismerést, ami ahhoz kell, hogy átvegyék a hatalmat, akkor az ideiglenes kormányzat megszűnik, és a hivatalosan átveszik a hatalmat, és ők irányítják a klánokat, illetve a bolygót. A kultúráról annyit, hogy neki külön van. A Rilot az ő anyabolygójuk, innét származnak, ez kb. Olyan, mint a Föld az embereknek, és akkor onnét mentek össze-vissza. Akkor sárkunyhokban élnek, néha szövettekkel, vagy egyéb egyszerű dolgokkal díszítik őket. Így visszatérnék a kormányzatra. Mivel városokban élnek, a városokban a Twi'lekeknél több a technológia, mint a vidéken, városon kívül élőknél, akik a mezőgazdasággal foglalkoznak. Itt galaktikus szabványok megfelelő lakóhelye, és úgy módosítják őket, hogy átvészelik a lilati környezetet, ami is sivatagos környezet. Ez körülbelül olyan, mint Afrikában élnénk, és akkor ahhoz megfelelő kunyhókat. Szerintem George Lucas indét vette át ezt a vonulatot, hogy éljenek. A vallás az annyi, hogy néhányan egy ismeretlen istennőt imednek. Erre konkrét utalás nincsen, a politikájukat nem befolyásolja. Hoppá, mindjárt kimaradt. A kormányzatra visszatérve, maga a társadalom egy rabszolgatartó társadalom, ami később szűnt meg. Úgyhogy egy szenátor hölgyet választottak meg, ő a fűszertartó kereskedelmet helyettesítette a rabszolgasággal. A vendégfogadás, ami náluk még így fontos, ez például Jabba palotájában is megfigyelhető, amikor a táncos hölgy így előadja a táncát. Az a lényegem, hogy amikor vendéget fogadnak, akkor ajándékot szoktak cserélni vendéggel bármit, illetve amikor sokan vannak, akkor tradíciós táncot adnak elő. Hát Jabba palotájában maga a tradíció az így nem valósul meg, inkább csak az, hogy a szórakoztatás. Ez a bolygójuk, a Rilot, a Star Wars Clone Wars sorozatban. Klónvár sorozatban van az, amikor tényleg bemutatják magát a fajt,
hogy látszik, hogy hol élnek, milyen körülmények között, hogy amikor a klón háború elér hozzájuk, hogyan élik meg, és itt a hétköznapok tényleg a közembereken van a lényeg, nem pedig azokon a szenátorokon, politikusokon, akik ott vannak a szenátori gyűléseken, mint Padmé. A Twi'lek gazdaság az így külön történet, ami még így nagyon fontos, ugyanúgy van kereskedelmük, azonban azt kell kiemelni, hogy ez maga a fajra jellemző a rabszolgakereskedelem, a rabszolgatartó gazdaság, ezért van az, hogy a filmekben is általában mindenhol rabszolgák, a Twi'lekek, vagyis kevés szabad van, mindenki a rabszolgákat, a táncosnőket jegyzi meg, ugyanis belőlük több a rabszolga, mint a férfiakból. Amit tudni kell, hogy nekik az a berendezkedésük, a normális, hogyha van egy árva gyerek, akkor ezt így nem nagyon szokták árvaházba tenni őket, inkább normális nekik az, hogy elrabolják és eladják őket. Ezt a fajta volument az arab közel-keleti világban rabszolgatartó társadalomban lehetett megfigyelni. Maga a berendezkedés később az ilyen amerikai rabszolgatartó társadalomra jellemző motivumokat tartalmazzák. George Lucasnak volt ihlete, úgy teremtette meg ezt a világot, hogy ezt a két rabszolgatartó társadalmat így vegyítette, és megszülettek a Twi'lekeknek a rabszolgatartó társadalma. Az különbözik így az amerikai és a keleti rabszolgatartó társadalomtól, hogy a Twi'lekek szabad nép, és akkor így szabadon kereskednek a saját fajukkal. Mint például vegyük az amerikai rabszolgatartó társadalmat, nem szeretnék csúnyán fogalmazni, de az tény, hogy nézzük a filmeket, történelmet, egy szabad néger nem árul néger rabszolgákat például. Itt a Twi'lekeknél előfordulhat az, hogy a Twi'lek eladja a feleségét, a gyerekét, éppen úgy gondolja, mert így egyszerűbb, mint például elválni. Ezek egy külön ilyen berendezkedés náluk, és ez teljesen természetes. Emellett az a beidegződésük, illetve a társadalmi normájuk, hogy így, ha eladják a gyerekeiket, vagy bárkit így rabszolgának, akkor a fajt így tudják így az űrben így jobban terjeszteni, illetve a kultúrájuknak az ismertetése. Ami egyáltalán nem valósul meg például egy Twi'lek gyerek esetében, mert ha eladják rabszolgának, akkor még nem ismeri meg annyira a kultúráját, hogy legyen valamit átadnia. Vagy például aki eleve rabszolgaságban nevelkedett, és újra eladják, azt nem ismeri a Twi'lek normát, ami a Lilloton kialakult, azokat a társadalmi kultúránkat, úgyhogy mondjuk ezzel a nézőponttal lehetne valamit kezdeni. És ami még fontosabb, hogy náluk a szórakoztató ipar az, ami fontos, hogy többnyire abban helyezkednek el a biológiai, fizikai adottságaik alapján, meg tényleg mivel nem alakult ki az, hogy bármilyen társadalmi kultúrát átadjanak, neki csak ez az a kulturális, amit korábban említettem, vendéglátás, a rituális tánc, meg hasonló dolgok, jó a mozgásuk, ezért a szórakoztatóiparban főleg táncosként szoktak elhelyezkedni. Ami még fontos, a szórakoztatóiparnak és státuszszimbólumnak a bőrük színe, ezért van az, hogy a különösen ritka bőrszínű női egyedeket, mint a Ruthian, vagy a letánt Twi'lekek, az, amiket nagyon keresnek, nekik ez különböző bőrszínük. Ha egy Twi'lek sikerült megmenekülni a fogságból, akkor gyakran tolvaj, prostituált lett belőlük, vagy mindkét nem tag, és ezeken a területeken mindkét nemet ugyanúgy eladták, szóval a férfiakat és a nőket is. Természetesen nem mindenkiből lett tolvaj és prostituált, erre később lesznek kivételek, hogy aki felszabadul utának egyéb célja is van, de sajnos ezek a kivételek az elég kiskörre utalnak. Ezt a gazdasági formát, ezt a rabszolgatartásokat, ez a szenátornő, Nulla Tarkuna vezérnő szüntette meg, és betiltotta a rabszolga kereskedelmet. Ezt a Young Jedi Knight című könyvsorozatban, a Diversity Alliance-ben lehet elolvasni, és ettől kezdve a Rill nevű fűszer lett, ez a fűszer a Lilloth bolygó lehet bányászni.
ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint a, például a Dűnét azt mindenki ismeri, hogy ott is egy bizonyos fűszert bányáztak a sivatagban, és ugyanúgy azzal foglalkoztak a termeléssel. Ez a motivumot ahhoz tudnám hasonlítani, ugyanígy is a Twi'lekek a bolygón fűszert bányáztak. Most jön a biológiai része, amit többnyire mindenki szeret, és mindenki kíváncsi rá, mégpedig a lekukra, a csápokra, amit mindenki szeret megfogni egy cosplayesen, főleg a kisebbek, hogy hadd fogjam meg, meg egyéb kérdéseket. Szóval az agyfarkak, az lekuk, két pár van belőle, mindegyiknek a jobbnak és a balnak is külön neve van, csúncsin, lefelé nyúlnak, a kopona a hátsó részéből a bennük található Twi'lekek agyának egy része is. Ennek külön szerepe van, ugyanúgy, mint az állatoknál, vagy bármilyen, zsírtárolás, erogén zónaként szolgál, és fontos még az anyanyelv szempontjából, és a Lil beszéd és a lekuk finom mozgásának kombinációját is ezt így összehangolja. Az újszülött twi'lekek nem rendelkeznek lekukkal, és ez valószínűleg gyerekkor alatt fejlődik ki, szóval amikor egy twi'lek megszületik, nem mindjárt hosszú csápokkal, hanem annélkül ilyen picurkával. Plusz státusz szimbólum, hogy milyen hosszúságú egy lekú. Nos, mivel, mint mondtam, így az agyi funkciókkal összekapcsolódik, ezért nagyon érzékenyek, erősen megragadták őket, az nagy fájdalom járt valamennyi twi'lek számára, cselekvőképtelenné lehet őket tenni, hogyha bántják a lekukat. Ezért volt az, hogy az agyfarkakban okozott sérülés az agyat is károsította, ilyenkor károsult részt pótolították a kibernetikának a segítségével, ilyet például láthattuk a Star Wars filmekben is, Clone Wars-ban is, Anakinnak is a kezét tudták helyettesíteni robotkézzel, meg Luke Skywalkernek is a kezét, ugyanígy a Twi'lekeknek az agyfarkát is kellett helyettesíteni, hogy az életfunkciójukat ne károsítsák el. Ez főleg a rabszolgatartóknál volt fontos, hogyha a büntetésből meg is csonkolták a lekujukat, akkor a twi'leket ugyanúgy rabszolgaként tudják még dolgoztatni. Ugyanúgy a büntetés megmaradt, de ugyanakkor nem vesztettek akkora kárt, hiszen egy csonkolt twi'leknek a leku helyettesítésével munkára fogható volt. Ilyen például Rihanna Seren, ő gyerekként került rabszolgaságba egy zabrak, a Kindvik nevű zabrak rabszolgamesterhez rabszolgának. Ő tinédzserként megpróbált megszokni, hát természetesen elkapták, és mivel kegyetlenül a kegyetlenségéről híres volt ez a rabszolgatartó, ezért ő megcsonkolta a lekuját, itt a képen is látszik. Hát pont nem látszik annyi ez a mutogató. Itt a csonkolt lekun látszik, hogy neki kibernetikával az egész így, tulajdonképpen az egész lekuját, a jobb féltekét így amputálták, és a balt részlegesen lett megkárosítva. Neki a kibernetikával lett így potolva. Ő is az én kevés twi'lekek közé tartozik, aki későbbnek sikerült megszöknie, és zsoldosként kezdett el dolgozni, szóval, mint mondtam korábban, nem mindenki lesz tolva egy prostituált egy twi'lekben, az a kevesek közé tartozik, aki például elment zsoldosnak, mert tud harcolni. Twi'lek fajnak a harcmodora az kevésbé ismert, főleg inkább késsel harcoltak, így amikor elkerültek valóban a rabszolgának, vagy más bolygóra, úgy igazán fegyverekkel, meg hasonlóval inkább ott tanultak meg, mert a katonaságnál nekik ugyanúgy ilyen szabványuk volt. Szóval külön érdekes, hagyományos harcmodorról így nem nagyon beszélhetünk, ami úgy jelentősebb lenne. És hát beállt a lázadók közé, szerepe volt a halálcsillag tervének megszerzésében, az első verzióban, de hát ez ilyen képregényszerű. Hát ez pont nem volt benne a Zsivány 1-esben, de ez így érdekes, meg így a képregényekben tudunk róla még olvasni. A bőrszín, ami még egy twi'leknél fontosabb, hiszen a bőrszín határozta meg, hogy egy rabszolgának milyen ára van, milyen értékes, meg ezen kívül a Star Wars világában azért is fontos, mert itt a bőrszín alapján sokan asszociálnak egyfajta twi'lekre. Például egy zöld twi'lek általában rabszolga, mindenkinek az jut előbb az eszébe, nem pedig az, hogy a zöld egy pilóta, pedig azok is.
Szóval sokféle színű lehet egy Twilight, zöld, narancssárga, barna, kék, szürke, rózsaszín, fekete, fehér, lila, és ezeknek a különböző árnyalatai. Akkor a főképpen a türkis színű, a rúti ántvilek, ami nagyon fontos, mert az különleges, ritka. Ezek a, és a piros pigmentű, mint például a dark talon, ez a letántvilekeknek a neve, ők még ritkábbak. Ezek a bőrszínek a genetikai kódban bekövetkezett mutáció eredményei, az, hogy nem a többségi megszokott színek tartoznak. Hogy különböző minkákat hozzanak létre a testükön, néhányan festegetik a bőrüket. Ez azért fontos, hogy szépek legyenek, látványosabbak és értékesebbek, valamint a szórakoztató iparban elhelyezhető értéküket, helyzetüket javítják. Minél szebb egy világ, rabszolga vagy táncos a szórakoztató iparban, annál többet keres, vagy a rabszolgatartójának többet ér, többet tudja eladni. Ennek a legjobb példája Avi Vida, ő egzotikus világ, táncos és orgyilkos, szóval itt korábban említett szórakoztatóipart egyéb formával, konkrétan az orgyilkolással így kombinálta. Ő sem lett ilyen egyszerű szórakoztatóiparban lévő rabszolga. Egy krusztántolt le klubjában dolgozott, csábító táncát arra használta, hogy közel kerüljön ahhoz, akit éppen meg akart ölni. Gyakran mutatkozott ezzel a lila hölgyel, aki a lila bőrű Luna Minx. Náluk megfigyelhető ez a festés, főleg a legkujukon, így befestették, hogy szebbnek nézzenek ki, eltérjenek az átlagostól, így feltűnőbbek, könnyebben elérik a céljukat. Ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint nálunk nőknél a hajfestést, hogy szebbek legyenek, és tényleg értékesebbek, meg jobban odafigyeljenek. De mint Luna Minx nem annyira dekoratív, de neki nagyon szép ez a bőrszíne, őt ezt felértékelte, és egyensúlyozni tudta azt, hogy mint például Avi Vida karcsúságával, és így jó párost alkottak, amikor együtt voltak. A fülek, ez nem ugyanaz, mint az agyfarkak, ez azért fontos volt megemlíteni, mert sokan, amikor megkérdezik, hogy ezzel hallasz, ez a füled, vagy hasonló, hogy ez nem ugyanaz, szóval a fülek lekú, az agyfarok, a fül az meg fül. Ez nagyon fontos. A férfiaknak van humanoid füle, és a nőknek nincsen, pedig voltak. Ezek, vannak ezek a fülkúpok, Ulánál ezt mindenki látta, és a fülekek feldíszeiben általában a viselőiknek a kulturális státuszát jelölték, hogy kinek milyen van. Addig jó ilyen elhallgattatókat használtak a rabszolgatartók, hogy ne tudják rabszolgák hozzáférését akadályozni az olyan nyelvekhez, amiket nem értették. Meg emellett ez is jelezte, hogy ők rabszolgák. Ezek esetében a fülkúpok nem látszottak. Például most visszamegyek, Avi Vidánál ezt a fülkúpot, nekik nincsen fülkúpjuk, de Luna Minxnek van fülkúpja, és ez itt szabad. Nekik nincsen gátolva, nekik szép díszes fülvédőik vannak, fejdíszük van, van benne ékszer, és fémből van, nagyon szép dísztás, ami a szórakoztatóiparban dolgozott világnak teljesen normális, ez olyan, mint a nőknél az ékszer, hát nekik is végül is ékszer, és így szebbé tették őket, mégis ez a világnakre jellemző öltözeti stílus megvan. És itt láthatjuk a Clone Wars-ból, egyik kiemeltem egy jelenetet, itt ugyanis a Clone Wars-ban van az, hogy tényleg férfi világek is vannak, náluk látszanak, hogy rendesen humanoid fülük van, nekik nincsen fejdíszük, ez a fejdísz inkább a nőkre vonatkozik, ők szoktak így fejdíszeket használni, itt látszik is. Itt a fejdísz, ez egy teljesen hétköznapi hölgyé, szóval egy átlag fülek, neki itt a fülkupja szabadon van, nem korlátolja semmiben, és itt van a
fején lévő jel, hogy ilyen átlag polgár, semmi különös nincsen rajta. A ruhája is ilyen egyszerűbb. Azonban vannak kivételek, mint például ez a Bib Fortuna és Onfrita, ugyanis a tvilekek étkezés az ázsiai konyhához lehetne hasonlítani, mértékletesség van, hogy figyeljenek arra, hogy hogyan étkeznek, mozgásuknak megfelelő, meg minden testalkatukhoz, ők kifejezetten rendek. Bib Fortunának a bőrszíne az, ami még így érdekes, neki ilyen, hát nem tudom, ilyen sárgás-fehéres, azonban neki vörös szeme van, és a fogait azt ilyen hegyesre csiszoltattam, mondjuk Jabba palotájában az ő betoltott tisztségéhez, többségére a rabszolgák beszerzéséhez például, ez a megjelenés nagyon jó. És Onfrita, ő egy kormányzó, teljesen korrupt volt, és a tvilek kultúrával teljesen ellentétes, mértéktelen habzsolása, meg az érték halmozás is, és neki ez ilyen szimbolikus karakter, hogy ő tényleg elhízott és egy korrupt politikus. Neki például a humán fülei vannak, míg Bib Fortunának is ilyen kis ronda kis füle, valami kis, hát inkább fülnyúlvának mondanám, mert nem teljes fül, de Onfritánál jobban látszik, meg a lekuk elhelyezkedése, hogy így az agyi fejlettsége egy kicsit másabb. Őt a Clone Wars-ba lehetett látni, míg Bib Fortuna a filmben is meg lehet találni Jabba palotájában, vagy jelenetnél, amikor Ulát itt megeszik. A ruházat, mint Bib Fortunánál is látszik, hogy az előkelőbbek, akik magasabb rangon vannak, illetve van politikusok, ők így díszesebbek, egy kicsit így vissza is tekerek mindjárt. Hogy a férfiak hosszúra az a köntöseket hordtak, a nőkre jellemző volt a szorosabb, leleplezőbb, hogy egy kicsit sokat mutató ruha, kiemelt az alakjukat, nevelte az értéküket, a tánc viseltek általában attól függött, hogy a rabszolgatartójuk mit adott rájuk, de ezek is többnyire sem fájtlagból álltak feszülősebb ruhadarabokból. Most egy kicsit visszatérek. Itt Bib Fortunán és Onfritánál látszik, hogy Bib Fortunának a maga a rangja nem olyan magas, mint Onfritának, ezért neki ilyen egyszerűbb, minden dísztőmentes ruházata van, azonban a tvilekekre jellemző köntös ugyanúgy megvan, csak neki így sötétebb. És Onfritánál látszik, hogy elve kormányzó, politikus, neki díszesebb a ruhája és magasabb pozícióban van, de náluk látható a legjobban, hogy milyen szép díszes, pontosan Onfritánál, hogy szép díszes, hogy ilyen megvan a köpeny és a földigérő ruházat, amit akarja őket. Most nézzük a tülek rabszolgákat. Náluk lehet így megfigyelni, hogy a fejüknél vannak ezek az, amit korábban is mondtam, ez az elhallgatható. És nevezzük a kékeket ikreknek, ők a Star Wars első részében, pontosabban a trilógiának a előkiadott. Biztosan mindenki emlékszik a fogadhajtó versenyre, így biztosan megvan, hogy ott masszírozták a gazdájukat. Hogy ha a történetiséget nézzük, akkor az ikrek előbb voltak, és Ula és Limbi meg később, viszont ha időrendi sorrendben nézzük a történetet, akkor Ula és Limbi karakter előbb megszületett. Mondhatjuk, hogy hát így a korábbi rakról nézték le a jelmezeket, és így ők is azt, hogy ez a fájtlasz, hálós, mindent mutató ruházatban vannak, és elmondható, hogy ez a jelkép a fejükön, ez jelképezi azt, hogy rabszolgák. Ulának itt látszik a kúpja, meg az ikreknél is teljesen szabad ez a fülkúp. Azonban Linminnek már elhallgattatója van, ez a fekete rész, és neki a füle és a kúpja teljesen nem látszik. Elképzelhető, hogy neki már elhallgattatója volt, hogy tudjon mással kommunikáció. Főleg abból a szempontból, hogy ő nem csak táncolt, hanem még háttérénekes is volt. Rá nem is nagyon szoktak emlékezni, mert mindenki a zöldre, az Ulára szokott
asszociálni, akit megevett a rankor, közben Limmi is ott volt. Hogy mondjam, hogy mindenkinek eszébe jusson, biztos az éneklő béka motivum mindenkinek megvan, mert hiába mondok karakternevet, úgyse tudják, hogy az éneklő béka mindenkinek úgy van meg, szóval mögötte vokálozott, nem csak táncolt. Neki is a táncos ruha megvan, kicsi mindent mutató, ami éppen rajta volt Jabba palotájánál, ő ezt kapta, de a sötétebb, a rabszolgáknak többnyire ilyen bőr fejpántjuk volt, azért mert az így tartósabb, és csak rabszolgák és rabszolgamunka, így az így tartósabb. Nem volt igény arra, hogy olyan szép díszes legyen, mint a szórakoztatóiparban lévő twilekeknek a ruházata. Emellett, mint a tülekeknél is látszik, hogy így gazdájuk nem mindenki foglalkozott arra, hogy cipőbőven elég volt a mezitle. A tülekeknél, a nőknél még annyi megjegyzés lenne, hogy igen, itt náluk jobban látszik, hogy ők sminkelték magukat, akik táncoltak. Ezek az ikrek, majd maradunk az ikrek nevezésnél, ők csak ilyen masszírozó jelentet végeztek, hogy akik ilyen kétkezi munkát viseltek, legyenek csinosak, de náluk nem volt indokolt, hogy szépek legyenek, ki legyenek sminkelve, azonban a táncos nőknél, a rabszolgáknál is a smink, meg nincsen szemöldökük, ezért rajzoltak ugyanúgy, meg legyen az, hogy csinosak legyenek a vendégek számára, neki külön kellett rajzolni. Mint láthatjuk, ez is egy klónvárcos jelenet. Itt a civileknél ez a köntős-szerű ruha megvan, a hölgyeknél pedig ez a combvillantós az idősebb korosztálynál, a fiatal, körülbelül tinédzser korú twilekeknél is megvan ez a feszülősebb ruha, viszont nekünk így kb. Comb középig ér, de amikor nagyok lesznek, akkor ilyen hiccelt lehet, hogy meglegyen az a feszülős, csinosabb ruházat, nekik is a fejükön ugyanúgy megjelenik a lekuta, a lekufedél, és ő pedig itt konkrétan Héra, amikor picike, ebben a jelenetben pont Obi-Wan Kenobi és Anakin felszabadítja a Dilotot a Clone Wars támadásról, és ő meg Héra apukája. Náluk a férfiaknál ilyen rövidebb, nem teljes földigérő köntös van, ugyanis ők teljesen civilek, abban a földigérő köntösben nem is tudnának nagyon dilotbányáiban dolgozni, fűszert előállítani. Egyszerűen a földi munkák, amiket végeztek, ezek a teljesen hétköznapi civilek nem indokolták, hogy abban a teljesen lepelszerű köntösben dolgozzanak. Az ő státuszuk tényleg társadalomban följebb van, mint a rabszolga, de tényleg itthon kb. Mint a paraszt társadalomban a parasztok, ők annak felelnek meg, a ruhájuk is ennek egyszerűbb, semmi dísz nincsen rajtuk, tényleg csak egy kis táska esetleg a hölgyeknél, ami így főleg itt, amiben az értékeiket, vagy amit célszerű húzni náluk. Így a Héra apjánál még látszik, hogy náluk is fülek vannak, és Héra esetében látszik, hogy náluk is, a gyerekeknél is picike csápjuk van, még nincsen olyan hosszú, mint a felnőtteknél, ez később nőni fog. Most beraktam a Twilight pilótákat, mert ők is azok közé tartoznak, akik a felszabadult, megszökött rabszolgáknak azt a kevés részét teszik ki, akik nem a szórakoztatóiparban kerültek, nem egy másik gazdához, mert esetleg rabságba kerültek és eladták őket felszabadulás után, vagy nem prostituálódtak. Hát különösebben nem tudok róluk, ugyanúgy attól függ, hogy melyik osztaghoz tartoztak. X-wingek azok, az alszárnyasok legénysége a zöldet, B-szárnyasok a vörösek, az Y-ok voltak a szürkék, az X-wingek meg a narancsok, mint én. Hát a többség valamiért a képregények alapján mindig az X-wingekhez tartozott, nem tudom miért, itt valahogy így lehet, hogy szimpatikusabb volt neki. Itt például egy tilepilótát emeltem ki, neki sajnos nem volt hosszú élete, de elég tartalmas, ő egy 97-ben alkotott karakter, ő képregényes, Star Wars X-Wing Rules Squadron-nak a kis képregényében szeretett. Ő Cessie Iris,
köztársasági Vörös Squadron helyreállt elsőt, a Javin csata előtt így csatlakozott így az X-ingesekhez, előtte pedig doktori képzést szerzett politika tudományból, ezért a doki fedőnevet kapta. Biztos mindenki emlékszik a Zsivány 1-esből, hogy a Zsivány 1-es tulajdonképpen a gép az ő fedőnevük volt, neki meg a doki lett. És ebből is látszik, hogy egy Twi'lek hiába rabszolgatartó társadalom, meg ott vannak egy homokos bolygón, ők is lehetnek okosak, és ugyanúgy elvégezik az iskolát, és pozíciót tudnak maguknak szerezni azzal, hogy tanultak. Itt megjegyezném, hogy bizonyítottan azzal, hogy neki van politikatudományból képesítése, egy konkrétan képzett Twi'lek, akinek papírja is van, mert ha belegondolunk a Star Wars-ba, van Jedi Akadémia, Mandalor képző, külön a birodalmi képző, ez főleg a Clone Wars-ban, hát nem is a Clone Wars-ban annyira nem, inkább a Rebels-ben van, hiszen Sabine is onnét szökött meg, meg volt egy rész, ahol Ezrával beépültek egy birodalmi képzésbe, és ez teljesen birodalomtól független, de például aki nem nézte a sorozatokat, biztos emlékszik, Luke Skywalker, és azért már el akart menni egyetemre, mert az összes barátja már elment a bolygóról, hogy ő még nincsen egyetemen, és mindenki elment. Szóval Cassie arra a legjobb példa, hogy tényleg egy tanult Twi'lek, és feljebb lépett azzal, hogy tanult. És nem lett belőle rabszolga se, elkerülte teljesen azt a kört. És a halál, ami még fontos, hogy megölték, megsemmisült, mégpedig úgy, hogy belehajtott a TIE pilótákba, hogy a többiek el tudjanak menekülni. Hera mindenki ismeri. Korábban mutattam, hogy az apukája már az ellenállásban volt a Clone Wars-ban. Ő kezdte el kiépíteni a Lilotonot az ellenállást, később Hera átvette, ez a Rebels-be folytatódik. Ó, nézzük, csak tábornoki rangot szerzett később, ez a Clone Wars-ban még nincsen benne. Később szövetségi főparancsnoka lett, tovább folytatta a lázadó szövetséget a galaktikus polgárháború idején, ez már a mostani Star Wars 7 időszaka. Az Endoron a szövetség diadalmoskodása után, a birodalom és Palpatine császár halál után volt ez is. Szóval ha a mostani EP 7-et, 8-at már erre az időszakra tehető, hajója pedig a Ghoston. A Twi'lek pilótáknak a sisakutyuk még érdekes, itt főleg itt a Cassie érdekes, Hérának is, hogy nekik, mivel lekunyulványuk volt, nem teljes a fedésük, hanem a lekuknak külön ki kellett hagyni itt ilyen kis részt, ahhoz szabadon mozognak, és a fejrészüket védeni, ugyanis, mint korábban mondtam, hogy a Twi'leket, a csápokat csonkolták, ez is megsérült, kibernetikával ezeket a hosszú részeket lehetett helyettesíteni, mint a Luke Skywalkernek a kezét. Sajnos a fejnek ez a központi részét, ezt mindenképpen védeniük kellett, meg itt az agyfaroknak a tövét, mert ha ez sérült, akkor tényleg komoly agyi károsodást szenvedhettek, viszont itt a lejjebbi részeket már kibernetikával könnyebben tudták pótolni csonkolás sérülés esetén. Itt Hérának itt egy A-winges jelenete volt Rebelsben, de már X-Wingbe is ült, már az új részekben. Cassie konkrétan X-Wing pilóta volt. Itt a fegyver az, ami még így fontos, hogy Hérának másfajta fegyvere van. Itt hozzátenném, hogy kapásból körülbelül a Rebels az Luke Skywalkerék előtt körülbelül 14 évvel előtte történt, mint a lázadás, és a Legónál fontos, és látszik is, hogy Hera figuráját konkrétan Cassie-nek a fegyverével árulják, ami egy ilyen hányszoros pisztoly, ami beragadt, de nem baj, mert a pultunknál ott, a kis sátornál, galaktikánál meg tudjátok majd nézni, ami működik is. Szóval Hérának más a fegyvere, de a Legóban meg Cassie fegyvere van, ami megfelel Han Solo-nak a fegyverével. A Jedik és a Sith-ek ruhája az nagyon sok lenne, az külön előadás lenne, de náluk is meglátható a sajátosságok, ez a magamutogatás, a tetoválások,
és a bőrszínek, amit korábban említettem Dáktalónak, hogy ritka. Úgyhogy az külön előadás lenne a Jedi ruházat, úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmet. Ennyi volt a Twi'leknek a kis életéről, szerepéről, társadalmáról az előadás. Köszönöm!